művészbejáró Bóta Gáborral. Üdvözlöm Önöket, Fenyő Iván, a művészbejáró vendége. Szerintem nincs, aki nem ismerné, ugye rengeteg sorozat, kezdett a Katona József Zseff Színházban, és hát aztán, hát ugye volt, aki azt mondta, hogy hát ügyeletes szép fiúból lett spirituális ember, hát erről majd beszélgetünk, de hát változatlanul szerencsére játszik is. Na, szóval, hogy én azt olvastam, hogy tulajdonképpen te ott kezdtél magadon igazán gondolkodni, amikor csináltál egy balesetet bepiálva, és folyt a vér az arcodon, és akkor elgondoltad, hogy na hát ide jutottál, rossz fiú lettél, most akkor váltani kéne. Ez így volt, ahogy olvastam, vagy azért ez bonyolultabb gondol? Hát kiigazítalak. Na tessék, rögte az elejét. Először is köszönöm, hogy itt lehetek, és csak egy sziát vagy egy jó napot mondanék a nézőknek, hallgatóknak, hogy ne csak úgy magamtól elkezdjek beszélni. Én meg annyit mondanék, amit elfejtettem, hogy 45 éves. Ez az alkalom. 45 éves leszek. De hát mire ez lemegy, addigra hát már éppen egy nappal 15-én. Igen. Tehát majdnem így volt. Az egyik, akkor nagyon háklis voltam erre, amit most mondtál, most már csak így lazábban, hogy mondod, hogy bepiálva. Nem voltam bepiálva. Pont azzal nyertünk ott, annó volt egy bíróságon, hogy ezt írták meg a lapok, meg nem tudom, és utána lett egy, már elfelejtettem, hogy szabás. De te is ezt mondtad egy interjúban. Valami közúti baleset gondatlan okozása volt akkor, aha, ez volt a neve, azért, mert előző éjszaka, amikor minden este ott bulisztunk, nyomultunk, akkor is, mint tudom, egyik-kettőig buli volt, stb., és utána, mivel le kellett feküdjek, mert 6-7-re mentem szinkronba, akkor még jártam, baleset, megnézték, hogy van-e a véremben, és az már lement, ami a ittas baleset, aha, vagy nem tudom, mi lett volna, hanem az volt, hogy de még volt nyoma, mi ez a nyoma, az előző estének volt a nyoma, és ezért nem volt ittas vezetés, hanem volt ez a közúti baleset gondatlan okozása, ami azt jelenti, hogy nem voltam bepiálva, de ilyenkor még jól látjuk, hogy az előző este még ott van. Na, egyébként, ha ide visszatérhetek, 2013 óta többek között ezért nem iszom semennyit, zéró. Tehát szerintem te többet ittál, vagy nem tudom ki 2013 óta, mint hát én. Pedig én is alig. Pedig te is alig. Nekem elég volt 2013-ban végérvényesen, és ez az egész 2007-ben indult el, jól tudod, amit mondtál. Nekem ott volt egy olyan élményem, hogy egy ilyen évek során, vagy évek, nem tudom meddig tartó, ilyen őrület és rohangálás és bulizás, és nem tudom, egyszer csak egy hatalmas falba ütközött, és ez a hatalmas fal volt az, amikor tulajdonképpen én magam is ütköztem egy autóval, és... Na de várjál, pont az autóban már elkezdtél ezen, tehát amikor ott vérzett nem, a fejed, hát akkor igen, már elkezdtél ezen gondolkodni? Nem, akkor volt egy olyan ébredéses élményem, ez nem azonos a spirituális ébredéssel, mielőtt bárki félreérti, hanem akkor egy ilyen magamhoz térés élmény volt, holott előtte nem voltam elájulva, ez talán ez a jó, mint ha magamhoz térnél, de hát mihez kellett magamhoz kérnem, amikor előtte is ugyanúgy voltál, nem tudom, ez az élményem, csorgott le a vér, és én magamhoz hittem, hogy mit csinálok itt? Mit keresek itt? Hogy történhetett velem meg ilyen? És hát most már utólag millió mondatom van rá, hogy hát teljes őrület, figyelmetlenségek, fájdalmak, traumák, sérülések, tudatlanság, és hát... Na de mik voltak ezek? Mik voltak hát a... Hát igen, mik? Konkrétabban egy kicsit. Azt mondják, és azt tapasztalom én is, hogy amikor az ember nem tud más csinálni, mint mondjuk iszik, bulizik, irgalmatlanul csajozik, stb. Amit mi itt, ahonnan te is jössz meg én, és az normális, mi művészek vagyunk, hát ez a normál gyerekek, ez vagány, ez buli, ez tényleg bizonyos értelemben vagány, meg bizonyos értelemben buli, azt félre téve, hogy amikor csajozunk, hogy hány, vagy a csajok pasiznak, most ugyanaz, tehát amikor az embereket használjuk szexuális tárgyként, vagy önmagunk kielégítésére, akkor vajon az ő lelküket figyeljük-e? Nem, tehát hogy már több, mint hogy csajozás vagy bulizás, és hogy éppen amikor iszunk, akkor miket mondunk embereknek, hogy mondunk, mi nem is tudjuk. Tehát ez az ivás, bulizás, csajozás, pasizás,
Ez már egy picit komplexebb, ugye tudattalanok vagyunk, azt se tudjuk, hogy mi történik, és csak valahogy kiengedjük a gőzt. Ez azt mondják, hogy, és ezt tapasztalom is, hogy aki teljesen jól van, békében van, a saját agresszióját, feszültséget, ami mindannyiunknak van, ezt jól tudja kezelni, és nem titok meg, hogy a spiritualitás, nem, hát a saját agressziódat, feszültséget, jó kezeled, vagy nem? És az, hát figyelj, elmegyünk kicsit haverokkal bulizni, kicsit, ez a nem teljesen jól kezelés, és az, amit én csináltam már, hogy minden nap iszunk, minden nap bulizunk, minden nap csajozás, nem tudom, ez, és akkor bejött a fű, ezek olyan dolgok, hogy itt valami elől menekül az ember. És amikor ezeket mondjuk elvonnám, hogy azt mondom, hogy most holnaptól ne buliz, most holnaptól ne igyál, most holnaptól ne szív, se füvet, se cigarettát, se a legnagyobb drogok például, amiket meghagynak az emberek, ugye nekünk a cigaretta és az alkohol, a legnagyobb drogok, holnaptól ne csináld. Olyan feszültségek jönnek ki belőled, annyira kivetkőzhetsz magadból, hogy ott jön elő minden, amit azokkal lenyomtál. Tehát magyarul én mit nyomtam ezzel le tudat alatt, nem direkt, nem tudtam ezeket így mondani, hanem akkor vettem észre, hogy ezeket abba kell hagynom, és akkor indult el az egész, amit úgy hívom, hogy spirituális út, vagy önismereti út. De mi az? Hát az, hogy rájössz arra, hogy mi volt benne, milyen fájdalmak, és ezek a fájdalmak és traumák, amikről mondjuk most beszélek, és kérdezed, hogy picit konkrétabban beszéljek, ezek nagyjából olyan dolgok, amik mindannyiunk életében benne vannak. Honnan jönnek ezek? Szülőktől, apától, anyától, azért, hogy az apa túl közel volt, vagy túl messze volt, anya túl közel volt, túl messze volt, volt apa, nem volt anya, elvált, nem elvált, el kellett volna, de nem kellett volna elválni, megütött, nem megütött, csak kiabált, csak... Tehát mindenki bizonyos mértéken kapott sérülést, traumát az apjától, anyától, mert hogy ők is kaptak természetesen, tehát ez az emberi minőség velejárója, de attól még mindannyian kapunk, és nem tanítottak mindjárt, gyere, hogy nem akarok túl hosszan mondani ezt, csak hogy nem tanítottak meg arra minket, ez eddig teljesen normális, hogy ezt hogy oldjuk meg. Erre nem tanítottak, a 2+2=4, meg földrajz, mi a Prága, minek a főváros, erre igen, és ez lehet, hogy fontos, de az, hogy a saját félelmeinkkel, feszültségeinkkel, agresszióinkkal, vágyainkkal, szorongásainkkal, hogy kezdjük, mi a gyökere, hogyan léphetem túl, ezt nem, és akkor én is belementem, és akkor megy a buli, meg azért vagány művész vagyok. Te állítólag nagyon dühös is voltál, meg féltél is, mire voltál dühös, mitől féltél? Hát tulajdonképpen nem tudom, nem volt konkrétan tárgya a félelmemnek, sok mindentől féltem. Sok mindentől félek a mai napig is. Most jöttem rá, hogy én egy szorongósabb, alapból félősebb ember vagyok, csak azt tudom mondani, hogy majdnem mindent, amitől félek, a felé attól még felé megyek, ha érzem, hogy mit tudom, én el kell repüljek valahova, de félek repülni. Jó, az egy dolog, díleljek azzal, hogy mi a félelem a repülésről, hogy de attól még repülök, vagy ki kéne állni emberek elé beszélni, hú, izgulok, hú, félek. Nem baj, de attól még kiállok, hú, megkérem ennek a lánynak a kezét, ilyen még nem volt, de most mondok, hogy félek, de megkérem, hú, nem tudom, beleágjak egy vállalkozásba, hú, izgulok, félek, tehát van, aki nem fél, halál laza, én nem vagyok annyira laza, hanem mindig van egy szorongás, hogy félelem, de mindig meglépem, csak azért is nem engedem, hogy a félelem erősebb legyen, mint maga az intuitív út, hogy közben erre kell menjen. Tehát amikor játszottad a nagyfiút, a macsót, az egy maszk volt? Azzal leplezni? Próbáltál valamit? Egyrészt igen. Egyrészt nem. Mert egyrészt van bennem az. Tehát én egy vagány, kicsit menőmanó csávó vagyok, férfias, de közben, hogyha ez túl sok, túl nagy az izom, túl hangos, túl kötözködő, túl nyegle, bárkinél is, nálam is és másnál is azon, hogy hopp, valamit kompenzál. És kompenzáltam-e valamit? Igen, mindent, mindezt. Direkt kompenzáltam-e? Nem. Észrevettem ezt egyáltalán? Nem. Terveztem-e? Nem. Amikor ránézel egy ember, és azt mondta, hogy hú, sok, picit nagyon erős. Tehát amikor Popper Péter mondta, hogy ő egy asztaltársaságnál ült, és egy csávó arról kezdette beszélni, hogy jó, hány nője volt, így volt nő, így feküdt a nő, úgy feküdt a másik nő, másik, és odaföldte, uram, ön mióta impotens? Tehát, hogy valaki nagyon hangosan mondja, hogy ő mit nyert meg, milyen kemény, hű, de férfi, akkor azok valami nem. És nálam is, ugye a férfiaknál is, aki nem eléggé férfias, nem eléggé vagány, az nagyon vagány akar lenni, az még több karlánc, még több tetkó, még nagyobb vagány vagyok, még többet káromkodom, mert belül nincs meg valami stabilitás, valami férfiség, ugyanez a nőknél is, és azt hiszem, hogy ez egyébként normális, csak én is átmentem egyébként
egyébként ezen, de van bennem egy vagányság alapból, van bennem egy férfiség, van bennem egy csávóság, persze van, de itt sok minden arra rakódott rá, hogy belül milyen traumáim voltak, és ezáltal ezeket tudat alatt, de hogy kompenzáltam mégis. És mire voltam dühös, csak még arra, az egész világra esetleg. Aztán rájöttem, hogy apámra hogy vagyok dühös. Mert miért? Már melyik miért? Apámra? Miért? Igen. Nem kaptam apámtól elég elismerést, figyelmet, lelki észrevételt, empátiát, elismerést, felemelést, elfogadást. De nem azért, mert ő egy gonosz rossz szem, és viszont kaptam abúziót a sok minden más mellett. Tehát de közben... milyen abúziót? Hát volt fizika is, meg lelki abúzió és verbális abúzió is. De hogy egy teljes képet fessek fel, egyrészt ő is kapott. Tehát ilyenkor meg kell nézni, hogy jó, de ő mit kapott. És megnézem az anyját, az nem az én anyám, meg én apám, tehát arról nem beszélek, az ő anyáról, de az nem volt egyszerű anya. Szeretett, nem volt egyszerű. Mert az ő apjáról, hát ő még Szibériába elvitték, hogy jött vissza, tehát hogy nevelték volna ezt az embert? Na most ez az ember, aki az én apám, ha már személyesen beszélünk róla, és hogy ne csak olyat mondjunk, ami esetleg ilyen hír, meg olyan hír, hanem beszélünk reálisan, ő úgy tört ki a saját családjából, hogy az összes létező könyvet elolvasta. Tehát ide jönne, többet tud irodalomról, mint te meg én, többet tud töriről, mint te meg én, többet tud a fizikáról, kémiáról, tehát majdnem mind, de humán, reál, iszonya nagy agy, koponya tehetség, de foglalkoztak-e ők, akár az ő korosztálya azzal, hogy oké, ami vissza, ahonnan indultunk, hogy a benned lévő agressziót, a benned lévő önértékelési zavart, a benned lévő narcizmust, a benned lévő félelmet hogy kezeled, és nem, de ahhoz kell jogsi, hogy kezeljem ezt a kamerát, ahhoz kell valami jogsi, hogy én műsorvezető tudjak lenni, tehát elvégzek valami sulit, ahhoz kell, hogy ezt össze tudjam szerelni, hogy ezt a telefont megjavítsam, de ahhoz nem kell, hogy gyereket csinálunk, fölneveljük, jó, Gábor, megy az gyerekek. Tehát úgy, ahogy esik, úgy puffan nevelünk föl embereket. Mindannyian, még egy mondat ide, tehát az apu miközben millió jó dolgot adott, az egész művészet tőle van, az egész zene tőle van bennem, az egész kultúra iránt, az egész utazás, csomó mindent adott, de adott olyat is, mint minden apa vagy minden anya, tehát ezért nem akarom őt kiemelni, csak például akkor bemondom transzparensen az enyémet, hogy én egyébként kaptam, azt is fel tudom sorolni, lást, hogy micsoda csodákat kaptam őre, én rajongok érte, én imádom őt, stb., de olyan traumákat is kaptam, amiket, ha nem veszek észre, nem tárok fel, nem gyógyítom, akkor esek, kellek és borulok. Na most estem, keltem és borultam, és utána ezeket valahogy feltártam. Na most nem megyek bele, mert kevés a időre, de anyámmal ugyanez. Tehát anyámmal is el tudom mondani, hogy mi az, amiket traumákat kaptam, hogy nem figyelt úgy, hogy nem úgy, és hogy figyelt úgy, és hogy adott jót, stb. De kell valamennyire reálisan lássuk a szüleinket, kell látni, hogy ők honnan jöttek, és kell látni, hogy általuk bármennyire is szeretjük és elfogadjuk őket, de traumában, sérülésben azért mégis mit kaptunk. És ha ez nincs meggyógyítva, vagy a helyére téve bennünk, akkor mi nem tudunk olyan laza, harmonikus, szabad, megvalósított életet élni, akár mint színészként, akár mint bármi, rádiósként, mint tudnánk. Nem vagyunk boldogok, bárhány autónk lehet, bármennyi műsort készíthetünk, hát te tudod ebből a szakmából, ebből lehet, hogy valaki készít, nem tudom, és boldogtalan. Mitől függ a boldogság? Nem a műsor elkészítésének számától, nem a hírességtől, nem is csak a pénztől, és mind a pénz az jó. A híresség már nem tudom, hogy annyira jó-e, azt nem tudom, hogy annyira jó-e már, de sok minden jó, de nem az adja a boldogságot. De akkor mi? Ezek a hülye vallási ízé? Hát talán nem olyan hülye, és mi a vallás? Hogy megyünk ebbe bele? Lehet, hogy kell vallás, lehet, hogy nem kell vallás, de észrevesszük az élet mélységét, hogy mi okozhat harmóniát, keressük-e, figyeljük-e ebben rejlő, mi a titok, mi a végső igazság, hogy van ez, és minél inkább ebbe közeledik az ember, vagy az érdeklés, lehet, hogy valakinek ez tök unalmas, ha annál inkább megtalálhat valamit, feltárulhat előtte valami, és lehet, hogy már szinte mind
minden nélkül is tud békében vagy harmóniában lenni, és nagyobb lesz az egész felébredettsége, önismerete erre az egészre. És így, még, csak még mindig jön egy mondat, bocsánat, miért fontos ez? Mert kevesebb szenvedése lesz neki, és kevesebb szenvedést okoz ő is. Hülye mondatokkal, hülye tettek, talán jobban figyelek a többi emberre, talán. És talán magamnak is jobb. Figyelj, ugye láttalak vizsga előadásban, ez volt a Schluss, ami tulajdonképpen Csehov Platonov, annak játszottad a címszerepét. Na most ugye az az ember, az aztán merő trauma. Teljesen, igen. Tehát szenvedni nagyon tud, el is emészti magát ugye rendesen. És én azt gondolom, hogy mindabból, amit tőled láttam, az volt a legjobb. Én is azt szerettem a legjobb. Ugye, ugye? Na most akkor itt vagyunk, hogy mindezt nem lehetne színészetben kiélni. De. Mert hogy ott volt ez a sok trauma, ez szerintem segített neked ezeket feloldani. Igen. Nem? Igen. Hogy te ezt eljátszottad. Igen. És valószínű, hogy attól tudtad ennyire, tehát az ember pislogott, hogy egy fiatal srácnak ilyen mélységei vannak, és aztán jöttek, játszottad a szép fiúkat, amiknek hát ugye nincsenek olyan mélységei. Igen. Igen. És nagyon az ember pontos. Sajnálta, hogy nem az a vonal megy tovább. Igen, ez nagyon, nagyon értelek, és kettőt erre, és nagyon tetszik, hogy ezt felhoztad, és köszönöm. Az egyik, a fontosabbal kezdem most nekem, hogy sajnálom, hogy nem ment ez a dolog tovább, mondod. Én is sajnálom, és most tudod, miben vagyok egyébként, és most akkor ennyi ember előtt, meg nem tudom, de most teljesen őszintén, hogy valahogy oda-vissza menni, tehát nem azért nem vagyok most színházban, mert mondjuk nem hívnának. Nem azért nem vagyok színházban, hála Istennek, mert talán mondhatom, nem tartanak jónak, vagy nem tudom. Azért nem vagyok, mert mindegyiket nem vállaltam, nem mentem bele ebbe az útba, nem mentem bele a közszínházba, nem akartam, hogy ott megmondják, hogy mi van, nem akartam, hogy ott kis szerepekre ott várok, tehát nem az ott, hogy Iván, gyere, Schluss, Szász Jánossal, Asher Tamással, ez, Bodó Viktorra, bám, ez, izé. Tehát nem az van, hogy én ezt kiélhettem, mert azon, hogy képzeld, adtak 4-5 ilyen szerepet, kiélhetem, és azon, hogy nincs kedvem, Gábor, nem, akkor van kedvem. Pont most beszéltünk, egy pár éve még leültem, 10 éve, most is leülnék, csak hogy akkor hívtam el az Asher Tamást, hogy figyelj, csináljunk már valamit. Csak ő be van fogva a katonában. Most megkértem a Máté Gábort, hogy gondolkozzunk már valamibe, de nem az, hogy én lehessek katonás, hanem ő csinálja a katonát, nem tudom, csak hogy gondol, vagy segítsen nekem valamiben gondolati, mert én már annyira, én nem is tudom, hogy milyen olyan darab van, például, mint a Schluss Platonov, amit nagyon való lenne nekem, és a Gábor mondott egy pár dolgot, hogy ezeket olvassam el. Beszéltem egy dramaturggal, hogy miket lehetne csinálni, tehát magyarul... Ugye a Máté osztályfőnök. Igen. Tehát magyarul arra megyek most, hogy miként lehetne egy mostani Platonovot Ivánnak Schluss csinálni, amiben a mostani dolgaimat úgy ki tudom adni, meg tudom mutatni, hogy közben színészileg is, és valaki pont olyat írt le, ami nekem most jó lenne színészileg azt átfolyatni és megmutatni. Egyébként akár lehetne egy Hamlet is. Imádom a Hamletet. Lehetne egy izgalmas Iágó, vagy valami nagyon szélsőséges gonosz. Lehetne egy érdekes Otelló. Tehát bármi ilyesmi érdekelhetne, de nekem nem mindegy lett az évek során, hogy hova megyek el, kikkel és kirendez, és ez az alap, hogy én vagyok a rendező, te csinálod, ezt úgy nem értettem, úgy nem annyira tetszett, ebben valószínűleg nem működök annyira jól, az Jánosra például a Szászra nem így működtünk, a Gáborral sose így működtünk, az Asherrel nem így működtünk, stb. De akkor a katona például, ahova most mennék, hova mennél, mondják két dolgot. Hát a katona, honnan eljöttél? Hát na, igen, eljöttél. Mondom, miért. A katona lenne az egyik. De miért jöttem el? Mert nekem az szűk, nekem az túl bekorlátozott, nekem ott túl azon, hogy megnézed este, vagy szeptemberben, vagy nem tudom, augusztusban, hogy mit játszol az évben, és őt majd megmondják, hogy mit, és ha nem, akkor majd vagy tetszik neked, vagy nem. Ez a rendszer, én ezt elfogadom, hogy ha ez ilyen, akkor ilyen, de én ezt nem annyira szeretem, és nem annyira szeretem ezt a fajta kiszolgáltatottságot, és nagyon fontos dolog, mert beszélni itt, nem annyira szeretem, hogy ott, de nem csak ott, más színházi közegben se, nincs pénz. Tehát nem tudunk meg, én szeretek, most is elutaztam, én szeretek jó autóval lenni, igyekszem nem kötődni ezekhez, de szeretem. Nem, de milliárd. Bocsánat, okay. Egész más út lett volna. Tehát ha a katonában maradsz, igen, akkor most érdemes művész vagy minimum. Nem érdekes. Aztán jött volna a kiváló, és Kossuth Díjasként végzett. Az sem érdekel. De
De hogy nyilván ezen is a szerep érdekel. Hogy, igen, jó, világos. És az a munka, ami például volt ugye az osztálytársaimmal, hogy hívják ezt a Máté trupp, és hogy zsámbékot csináltuk. Amíg zsámbékon csináltuk, amíg nekem az jó volt, ugye ebből volt ízelszá, fenyőhíván kiszállt, nem tudom, amíg csináltuk... Ugye ez az volt, hogy mindig minden évben egy volt osztálytársatokra csináltatok előadást. És amikor te következtél, abban már például nem vettél részt. Már jóval előtte kiszálltam. De hogy amíg csináltuk úgy, amiben azt éreztem, hogy úristen, szerelem van benne, és csoda, addig benne is voltam. Én nem szeretnék úgy valahol ott lenni, hanem nem lángolok, ha nem vagyok lelkes érte, ha nem érzem a kreativitást, stb. És ez nem róluk szól, akár most a katonáról, akár a csapatról, nem, hanem ez rólad szól, hogy éppen most mifelé van hívásod, és mit szeretnél csinálni. Tehát kérdezted, hogy miért nem csinálom tovább ezt, hogy Slussz, meg Platonov, meg ezt a színészetet. Szeretném abban a közegben, ami akkor volt a színházi közeg, amikor én azt abba hagytam, és elkezdtem filmezni, meg aztán jött az egész spiritualitás, az önkeresés, stb. Ezek után nem éreztem, hogy én színházba vissza akarok menni, de például nézd meg a Sors iróniája, a Nagy Sanyival, az Adójárni Bálinttal és az Elek Ferivel, az Apád füle című darabot az Orfeumban, 2018 óta játsszuk. Milyen darab az? Mély? Az egy tipikus, nagyon vicces, nagyon szórakoztató darab, de ha 10-es skálán én azt mondom, hogy szerintem az egy 9-es. Tehát az egy olyan dolog, hogy ha szórakoztató, akkor az tényleg legyen olyan. És az olyan, és van üzenete, imádjuk. Nagyon szeretem ezt a három srácot, olyan jóba lettünk, négyen barátokká lettünk, el nem engedném, ha kell, akkor elengedem, de el nem engedném magamtól ezt a darabot, mert szeretem csinálni, jól el vagyunk. Ezt az egyet megtartottam. Beszünk igen, ezt néztem a port.hu-n, hogy semmi másban nem játszott. Mert akik megkerestek színházilag, ott nem volt olyan, ami érdekes lett volna, vagy olyan rendező, vagy olyan koncepció, stb. És egyszer-kétszer próbáltuk, hát a Mészáros Mátéval elmentem ördögöt játszani a Salgó Tarjáni, Zente Ferenc? Zente Ferenc, igen. Oda elmentünk, és ott nem volt olyan élmény, ami meghozta volna kedve. Hosszú idő után visszamentem színházba, nem volt olyan élmény, megcsináltuk a Mátét, imádtam, sok kollégát ott imádtam, magát az egészet, hogy megcsináltuk, meg ahogy ott történtek, azt már nem szerettem. És Molnár Ferenc ördögtől nem ájultam el, hogy na, ha valamit én úgy, tehát nekem nem volt úgy megírva, hogy a Karinti Színházban azért meglehetősen jó előadás. Lehet. Ez is jó volt, szerették. Aztán végül a Mátéval mondtuk, hogy figyelj, menjünk el, és akkor elmentünk. De ha filmben is lenne egy ilyen, ami mély, ami izgalmas, ami összetett, ami szélsőséges, ami valóban lemenő a mélybe, akár Rudolf Steineri módon, akár Hanvas Bélai módon, akár szélsőséges, hogy Jágó, vagy Hamlet, gondolkodó, filozofikus módon, akár az csehovi módon, az érdekelne. A hülyeség nem nagyon érdekel. Na már. De figyelj, Iván, én azon töprengek rajtad tulajdonképpen most, hogy te állandóan föltárod, jobbítod, nem tudom mi, önmagad, ami állati jó. Csak ennek nem az lenne végül is, mégiscsak az értelme, hogy akkor te az eredeti szakmádban még jobban ki tudsz teljesedni. Nem tudom. Még jobban játszol. Nem tudom. Akár még többet játszol. Nem tudom. Nem tudom. Tehát, hogy nem arra megy el az erőd zöme, hogy te megfejtetted magad, de utána, hogy megfejtetted magad, és akkor mi van? Hát képzeld el, most olyannyira értem, amit mondasz. Képzeld el, 2013-ban, 14-ben ebből a gondolkodásaimból stb. Lett egy könyv. Ezt kiadtam. Az elkezdett az embereknek adni valamit, visszajelzések jön, hogy ez a gyerek, színész gyerek, ez miket ír, miket csinált, oké. Elkezdték olvasni a Facebookon oldalamat, gondolkodásaim, oké. Elkezdtem erről előadni 2012-13-ban, hogy elmondom ilyesmiről az erről a gondolataimat, meg észleléseimet, nézeteimet, tapasztalataimat, oké. Ez odáig ment, hogy 2014-15 már egy tábor csináltam, még egy tábor csináltam, emberekkel elmentünk elvonulni, oké? És utána
a pont nagyot ugrok, előadásokra hívtak ebből a tempó, ebből a közegből, és ez mit csinál? Itt a kérdésed válasz. Ez ad az embereknek, ez segíti őket, ez vezeti őket, ez ébreszti őket, ez szembesíti őket, ez motiválja őket, ez lelkileg akár gyógyítja őket, most nem egy gyógyítás, hanem segít, kap valamit, stb. Tehát adunk ezzel, vagy adok ezzel, nagy ugrást teszek. Az Ákosnak, a zenész Ákosnak a menedzsere felhívott a Covid alatt, hogy nyilván figyelj, ilyen színészek, zenészek, nem tudom, mindenkik csinálnak valamit így ingyen online az embereknek, hogy ne szomorkodjanak, meg ne féljenek annyira. Van-e kedved felolvasni? Hát mondom, van, csak figyelj, nem Kosztolányit olvasnék, hanem én mostanában az utóbbi 10-12 évben ilyen könyveket olvasok. Felolvashatok egy ilyet? Fogják érteni. Hát jó, akkor de olyat, hogy érthető legyen. Érteni fogják. Felolvastam, lett egy online adás. Egyszer, háromszor kellett. Egyszer nézte 1000 ember. Kétszer több nézte. Háromszor jöttek oda az emberek. És meg volt, és mondta Kriszta, hogy köszönöm szépen, jó volt. És mondom, hogy gyerekek, abba hagyjuk ezt? És mondták, hogy ne. És online elkezdtem felolvasni ilyen könyvekből, ami egyrészt a színész olvas, de jól olvas, könnyen adja. Kettő, olyan message-ek, olyan tartalmak, amik pszichoterapeutáktól, pszichológusoktól, bölcsektől megvilágosodott emberektől egy jó előadásban. És azt mondtam, hogy wow. Na most ezek után megint ugrok egyet, most van kettő olyan online csoportom, megcsináltam azt, hogy tudatosságivannal.hu, és egy olyan két gyere fel Ivánhoz eseményeket csinálok, ahol mestereket, gyógyítókat, spirituális vezetőket hívok fel, ott van 30 ember, adunk nekik ételt, kaját, és ez nem azért jött, hogy én most a nincs a színészet, mit csináljak, és valahonnan kell pénz, hanem azt elkezdtem dobogni a szívem, engem ez érdekel, meghívok egy ilyen mestert vagy gyógyítót, és gyertek oda, gyerekek, együnk egy jót, mert szeretek enni, együnk egy jót, és ebből lett egy gyere fel Ivánhoz esemény 2016 óta. Akkor lettek előadásaim csak ebben a témában, most már kettő online csoportom van, ahogy az egyikben van 158 ember, a másikban 140 valamennyi, meditációt tartok hetente egyszer vasárnaponként, felolvasást tartok szerdánként, mint kvázi színész, de ilyen könyvekbe, 4 éve, és most jöttünk vissza egy elvonulásból, ahol én tartottam 12 embernek, és utána, ha meglátnád, hogy miket jönnek, csak azért mondom, hogy mik történtek, ezeket nem akartam, színész akartam lenni, ezt nem. És nézem, hogy na ez meg hogy alakult, gyerekek? Nem tudom. De alakult, és ezzel adok-e, vagy ez csak egy ilyen magányos út, ahol itt föltárok, és aztán így elmegy a francba, az sem menne el a francba, mert ha magadnak feltársz valamit, az egy felismerés, lehet, egy élet erre volt egyáltalán jó, hogy te gyógyítottad azt, feltártad és gyógyítottad, amit a szüleid is hoztak, nem ők kreálták, hanem ők is már hozták valamitől, és te megállítod, gyógyított, te már nem adott tovább, ezért is már nem teljesen eldobott egy élet, lehet, hogy ez nem eldobottabb élet, mint akár vakon színészkedni valahol valamit, bármit. De most azért mondtam ezeket el, mert azt gondolom, hogy a visszajelzésekből a nap mint napi YouTube-ra videókat csinálok. Azokat már van egy marketingesem, az kivágja, van egy asszisztensem, az szervez dolgokat, stb. Tehát olyan sok ember követ már, és nem ez volt az akaratom, nekem a színészet volt az akaratom. Igen, bocsánat, hogy az úgy tűnik, hogy mindig visszajön. Belenéztem ilyen videókba, és megnéztem, az Budapest Klub, ugye? Jól mondtam. Volt egy ilyen. Igen, ahol előadást tartottál, és ott volt sok ilyen mester vagy professzor. Hát ők akadémikusok voltak, és igen, professzorok. Igen. Ők pont nem mesterek, és guruk, igen, de ott is mindig azt hangsúlyoztad, hogy én csak egy színész vagyok, én csak egy olyan vagyok, mint egy egyszerű ember, ők a professzorok, meg én csak egy tök hétköznapi valaki vagyok, mondtad. De ezt is gondolod? Bizonyos értelemben igen, bizonyos értelemben nem. Olyan értelemben igen, hogy én nekem nincs diplomám, én ne okoskodj, én vagyok szociológus, én honnan tudom most, hogy a feszültségek, meg a haragok, az előbb, amit mondtam, meg traumák, jártál pszichológusot? Nem. Hát akkor csönd. Vagy pszichológushoz jártam, de pszichológusira, vagy nem tudom. Nem. Te értesz a szociológus? Nem. Hát akkor csönd. Csak a színészethez értek valamennyit. Ez az egyik. Tehát, hogy én egy egyszerű ember vagyok, aki magam kárán, magam tapasztalatiból arra ráébredve, tapasztalati úton mond valamit, tehát, hogy nem tanultam egyetemes módon, ugyanakkor lehet, hogy több könyvet elolvastam, mint aki elvégzett csak 4 évet. Most nem ez, hogy ki többet, hanem én folyamatosan ezzel képzem, és ezt eszem magam, ilyen ezeket a könyveket. Kettő, annyiban, és ezért
egy átlagos ember vagy, semmi különös. A másik, hogy miért nem, ha nem, akkor azért nem, mert annyit foglalkoztam és foglalkozom ezzel, és olyan csodák és felismerések, és ha szabad így mondani, felébredések értek, inkább mondjuk így, hogy realizációk, ráeszmélések, amik, amikor megyek az utcán, beszélgetek, látom a világot, akkor látom, hogy az emberek többségét nek nincs ilyen realizációja, nincs ilyen élménye, nincs ilyen belefigyelése. Persze lehet azt mondani, mert Ivánkám, mert mi dolgozunk öcsém, vagy Ivánkám egy gyereket nem. Oké, teljesen mindegy, hogy miért, de nincs. Én ezt azt mondom, hogy van egy ilyen isteni kegyelem is ebben, mert nem én tettem, hogy én bármilyen tudatossággal is rendelkezzek, hanem mindenki olyan tudatossággal rendelkezik épp, amivel rendelkezik. Nem tudom, hogy ez nagy-e vagy kicsi. Ott, ahol van, de amikor ezt figyelem, hogy az emberek hol tartanak, mennyire vannak jelen, mennyire vannak megdolgozva, és akkor azt látom, hogy nem ennyire. Ilyen értelemben, hát én csak egy ember vagyok a sok. Úgy azt érzem, hogy azért nem, egyébként igen, mert máshol tartok. A jogamesterem, a Páger úr, akihez 2008 óta járok, ő mondott egy nagyon jót, hogy mindannyian ugyanazon az úton megyünk, csak van, aki egy vagy kettő utcasarokkal előrébb jár, valaki meg egy-kettővel le van maradva. Tehát tök mindegy ilyen értelemben, hogy én hol tartok. Érzékelem azt, aki ilyen értelemben annyit tud, de nem is tud, hanem egy olyan tapasztalat, egy olyan ébredés, egy olyan betágultságban van, hogy azt mondom, hogy wow. És látom azt is, aki még nem. És ami az én részem, hogy azt hiszem, hogy egyre jobban tudom elfogadni és engedni tudni mind a kettőt. De közben meg látni vélem egyre inkább talán magam, hogy ez az emberi lény, aki itt a Fenyő Iván, ez kb. Miben van, hol tart, mik vannak benne, miket csinál. És csak egy mondat még az előzőről, hogy ezzel az egész dologgal, ami most kifejlődött 2014 óta nekem, ez az egész tudatossággal oldal, tudatosságjelen.hu, az eseményeim, az előadások, az elvonulások, az online csoportok, nem tudom, hogy akkor mi értelme van, hogy szerintem ezzel, és itt egy záró mondat, hogy szerintem nagyon sokat adok az embereknek, és nem azért, mert én olyan jó vagyok, és sokat akarok adni, hanem én csak azzal foglalkozom, mint a Rolling Stones, hogy zenél, és mindenki azt mondja, hogy jó, de sokat adsz, én pedig csak ezzel foglalkozom, csak azt érzem, hogy van terméke, sokat ad, sokat kapnak. Ez nem jelenti azt, hogy akkor most nem akarok-e színészetet, mert nagyon akarok. Pont most az utóbbi fél évben jött, hogy nagyon kéne valamit, csináljunk már valamit. Oké, de mit csináljak? Na de nincs meg annak a veszélye, hogy éppen a szakmából sokan azt gondolhatják meg, nyilván te is érzed, akár barátokon, igen, vagy többinek. Van, aki meg azt gondolja, nemes egyszerűséggel mondom, hogy na, az Iván bekattan. Az Iván elveszett, igen, a színészet, igen, számára. Tehát, hogy ebből nehezebb visszajönni a színészetbe. Tehát, hogy ezt hogy kezeled, miközben most azt érzem, hogy nagyon logikusan fölépített gondolataid, igen, vannak. Hát, és azt szoktam mondani, és köszönöm, amit mondasz, azt szoktam mondani, hogy egy idő után, jó, most gondolom azt, lehet, hogy 10 éve nem így voltam, mert hajlamos vagyok a szélsőségre, most egyre inkább 45 évesen érkezem be középre, hogy a spiritualitás, az egész, amit így hívunk le, ezzel a löty szóval leüntjük a mindent, ami spiritualitás, amiben van nagyon felületes. Iszonyú felületes, csak izé táncolunk valamit, éneklünk, izé, akár elbódítva, akár csak lóbáljuk a füstölőt, és van olyan, aki megvilágosodott mesterek, ami hát ne hülyéskedjünk. Tehát ez egy nagyon nullától százig range-ben bárhol mérhető dolog, amiben van ócska is, mint egy rossz fogorvos még meg is betegít, vagy rosszat csinál, és van egy jó fogorvos, aki megment. A spiritualitásban ugyanígy, csak még nem is annyira kézzelfogható. De egyébként a spiritualitásban azt gondolom, hogy az pont, mondod, hogy egész logikusan beszélek, tök látod. A spiritualitásnál én pont azt látom, hogy a valódi spiritualitás az a minél jobban észrevétele annak, ami valóban van. Nem aminek látni véljük, nem amit gondolok, ő egy szemét, ő egy izémjel, hanem ami valóban van, megismerve, és itt összekapcsolódik a színészettel, az igazi mélységgel, az igazi pszichológiával, az igazi gyökérrel, az igazi ember és világismerettel. És nem véletlen, hogy Szepes Mária, érted, miközben a megvilágosodás felé ment, és önismeret közben miket írt, és milyen darabokat akár, és mennyire színházi ember volt. Nem véletlen, hogy Müller Péter. Miközben mit tart, miket élt meg, hol van betágul, a közben színházi darabokat színházi emberként ír. Én egy színházi művész ember vagyok, egy filmes, egy filmszínész, egy színházi színész, egy zenei, jó tehetségű srác, jó beszélővel, jó, de közben meg
történik velem egy olyan ébredés, felismerés, tudatosulás, nevezd, hogy akarod, mély pszichológiai munkák, traumák oldása, ami meg történik. Tehát ezt nem tudok mit csinálni. Utólag örülök, hogy történik, és valóban ezen az úton, most amikor voltunk elvonuláson, vagy ebben a, most már az egyik csoportomban van, mondom, 150 másik, tehát összesen mint 200-300 emberben, vagy akikkel általában beszélünk, mindegyik bólogat, amikor azt mondom, hogy ugye észreveszitek, hogy az emberek itt kicsit eltávolodnak, vagy ezt meg, hogy hú, de nagyon fura lettél. Tehát amikor még ivás van, buli van, szívás van, juhú, csajvizel, akkor vagány, és akkor figyelj, én már nem iszom, én már nem szívok, én csak zöld teát iszom, én nem vagy, hú, valami nagy gond van vele, hú, jól vagy, hú, kezd egy kicsit bekattanni. Nem az a bekattantság, amit sokszor normálisan csinálunk a hétköznapokban, és nem tisztítani kéne a testünket, tudatunkat, nem bekattantság, ha valaki leül fél órát, egy órát meditálni reggel, nem bekattantság vagy betegség, ha valaki foglalkozik az önismeretével és az anyasebeinek, apasebeinek meggyógyításával, agressziója, beágyazása, tehát, hogy ne legyen szélsőséges, megismerje félelmével, ez nem bekattantság. És persze, teljesen jól látod, és jogos a kérdés, de sokan mondták azt, még az osztályból is, hogy jó, az Ivánnál elmentek otthonról. Lehet, hogy elmentek, ha elmentek otthonról, akkor ez jó, mert talán nem okozok annyi sérülést már másnak, talán jobban odafigyelek a dolgaimra, talán jobban észnél vagyok, talán jobban éber vagyok, és talán egy normálisabb, medrezettebb, kellemesebb ember lettem valamennyire a saját magam mindenével együtt. Vagy talán jobban tudok bocsánatot kérni, talán tudok néha már megbocsájtani, tehát ez, ha ez az őrület, akkor ez jó. Egy, kettő, sok színész keres meg. Ez a legnagyobb, egyébként ez a legnagyobb boldogság. Sok színész keres meg, hallgatták a meditációim, hallgatják a videóim, lájkolják, ott vannak, ha valami segítségkel megkérdeznek, oda jönnek, sok olyan, nem akarom kiadni őket, olyan híres, nagy, hős, vagy akár bármi, meg lány is keres meg, hogy figyelj, segíts kezeljem a bennem lévő lelki dolgokat, mert itt most megborultam jobbra-balra, meg itt ezzel a filmes színházi közegben mit csináljak ezzel, hogy csináljak ezzel, tehát sok kér, mint egy mentortól segítséget, ami nehogy félreértés lehessék, nem mondom, hogy mentor vagyok, én csak azt tudom mondani, amit én gondolok, ami lehet, hogy ez teljes hülyeség, én nem tudom, de én csak azt mondom a tapasztalatokat, hogy ez érdekes, és most a megőrültből, ami volt mondjuk 12 éve, már nincs, az utóbbi 5-7-8 évben senki nem beszél így az osztályból, se a színészi közegből, se a nagy közönségből. Lehet, hogy valamit látnak, hogy talán, nem tudom, az is egy kivetülés a világnak, hogyha mindenki azt mondja, hogy őrült, akkor lehet, hogy te magadról azt gondolod, hogy megőrültél. Tehát amikor te jobban egybe vagy és rendbe vagy, azt veszed észre, hogy a világ jobban egybe van és rendbe van. Akkor nem mész ki örjöngve tüntetni, nem akar semmilyen kormányt se leváltani, se újat hozni, és ezzel nem azt mondom, hogy ez kormány, hogy jobb vagy bal, hanem nem ebből várod a boldogságot, és akkor apám már mondaná, miért az, hogy a nyugdíjas, teljesen igaz, minden panasz, amit mondunk, az igaz és jogos, mert te így érzed. Ha te azt érzed, le kell váltani a kormányt, teljesen jogos, te úgy érzed, ha te azt érzed, hogy maradjon a kormány, teljesen jogos, te úgy érzed. De van egy olyan belső szint, és ez nem az őrület szintje, azt hiszem, amikor már azt látod, hogy nem ettől függ a te boldogságod, és nem innen eredezteted, mint gyerek, hogy a kormánytól, vagy melyik szülő, mint egy szülő, kiadja meg neked a boldogságod, a pénzed, az egészséged, a valamit, hanem teszel valamit magadért, tehát a jogik, a Afrikában a természet emberei, ők nem várták senkitől, ők megtanulták kezelni valamennyire a tudatukat, a gondolataikat, a félelmeiket, az agressziójukat, megtanulták ellátni magukat, megtanulták kinyitni a szívüket, megtanultak talán nem gyűlölni, megtanultak talán gyógyítani magukat, vagy gyógyítást kérni. Tehát, hogy más, teljesen érthető, és ez nem csak Magyarország, érthető, hogy az ember a politikától és vezetőktől vár ezt vagy azt, egy bizonyos szintig, és utána a legnagyobb mestereket bezárom ide ebbe a stúdióba, és azt mondja, hogy jó. De nem azért jó, mert ő ezt várja, és ezt akarja, hanem ezzel is békében tud lenni, és ezt is tudja magában kezelni. Ez egy erő. Amikor még kirohanok,
leverek, felverek, kiverek, beverek, átverek, nem tudom, rajongok ezért, aztán másikért, aztán erre, az még nem egy erő, az még egy ingatagság, az még egy instabilitás, miközben értem mindenki fájdalmát, és nekem is sok van. Tehát nem azért beszél így egy ember, mert jó, hát neki könnyű mindene, nem könnyű neki, és nem mindene van, csak máshogy kezeli. Köszönöm, hogy jöttél, és boldog 45. évet! Köszönöm szépen, nagyon is vagy, nagyon köszönöm.